Közel hat esztendővel ezelőtt egy csőd közeli állapotban lévő települést vezetését vettem át. Az elmúlt közel hat esztendőben azonban ásotalom pénzeszközei 4107 százalékkal növekedtek meg. Ez azt jelenti, hogy ennyivel több pénz érkezett a településre, és látható, hiszen rengeteg beruházás már lezajlott, és rengeteg beruházás zajlik jelenleg is. Itt mögöttem közel 400 millió forintból építünk új főutcát ásotalomra. Sok mindent építettünk és építünk jelenleg is itt halmon. Két ütemben újult meg eddig a sportcsarnok lelátót, fedett lelátót, világítást és öntöző berendezést építettünk a pályánkra, de többek között mögöttem látható egy 50 millió forintból épült hűtőtároló csarnok, egy olyan mini ipari parkot szeretnénk itt létrehozni, amelynek ez az egyik első eleme, és ezen látható annak a batát a chipsnek, a pipás chipsnek is a logója, amelyet hónapokkal ezelőtt saját magunk kezdtünk el itt gyártani Ásotthalmon. Ebben a hűtőtároló Csarnokban szoktuk tárolni a mezőgazdasági programunk terményeit, de amikor éppen van üres hely, most látható, hogy vannak üres helyek, akkor helyi termelők, gazdálkodók, vállalkozások számára szintén segítségként adunk hűtőtárolási lehetőségeket. Ha bekukkantanak ebbe a csarnokba, akkor látják, hogy itt a hűtő részen most is. Most is meg tudom mutatni a batátánkat. Ebből a batátából nem csak batáta chipset, hanem hamarosan batáta lekvárt, batáta pálinkát, fánkot is készítünk. És az éppen most a főutcánkon 60 millió forintból épülő étteremnek, kávézónak és egy árusító helynek is helyet adó épület együttesben jövő évtől kezdődően már folyamatosan az erre járó vagy éppen erre autózó vagy turistaként hozzánk érkező vendégek számára is tudunk majd folyamatosan friss batáta chipset, lekvárt fánkot vagy éppen pálinkát árusítani. Itt vagyunk azon a területen, azon az egy hektáros területen a település központjában, ahol egy turisztikai, történelmi élményparkot építünk. Mögöttem látható a Rózsa Sándor élményháza, amelyet néhány évvel ezelőtt építettünk meg, ahol saját kutatásaimat egy kiállítás keretében mutatjuk be, és itt található panoptikum figuraként maga Rózsa Sándor is tömlözbe zárva. Van egy kis mozibent, illetve egy múzeum, tehát ebből a hármasból áll össze, de itt látható mögöttem fából kifaragva, az a négy szobor, amely a helyi legendákat mutatja be, illetve itt látható szintén az a, az a, kaloda, amely országos hírt kapott, amikor megépítettük, ugyanis nem csak passzol ehhez a turisztikai történelmi élményparkhoz, hanem a kalodán keresztül üzentünk is azoknak a tolvajoknak, bűnözőknek, akik ásotthalmon nem tisztelik a, vagy nem tisztelték a törvényt. Szerencsére nincs rá szükségünk, mert 6halmon nagyon jó a közbiztonság. És itt látható mellettem, közvetlenül a Rózsa Sándor élményház mellett az a terület, ahol a napokban kezdjük építeni 82 millió forintból a tömörkény házat, amely a motorja lesz ennek a leendő turisztikai történelmi élményparknak. Egy olyan skanzenszerű épületet fogunk itt fölépíteni, amely az eredeti kúria, hiszen tégláról téglára hoztuk ide a fölső Szegedi tanyavilágból az alsó Szegedi tanyavilágba a híres író tömörkény István családi kúriáját.